tényleg írom, az hosszú videó lesz. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a legendás állatok Grindelwald büntetteiről fogok beszélni. Most már volt nagyjából egy heten feldolgozni a sokkot, ami engem a moziban ért, úgyhogy most elmondom a véleményemet ebben a videóban, és szerintem ez hosszú lesz, mert nagyon sok minden van ezzel a filmmel kapcsolatban, amit szeretnék kiadni magamból. De mielőtt elkezdem, két dolog. Az egyik, hogy ez a videó nagyon spoileres lesz, tehát ahhoz, hogy beszélni tudjak a filmről, muszáj spoilereznem. Szóval, aki nem látta volna még, és nem szeretné, hogy elspoilerezzem, az ezt a videót inkább ne nézze meg. Valamint minden, ami ebben a videóban elhangzik, az én saját személyes véleményem, nektek lehet más a véleményetek. Ha gondoljátok, ezt nyugodtan írjátok meg kommentben, viszont arra kérlek titeket, hogy egymás véleményét tartsuk tiszteletben. Tehát lehet, hogy nektek tetszett a film, ami nektek nagyon jó, mert én nekem nem tetszett, és bárcsak tetszett volna. És akkor kezdjük. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy én a legendás állatokat, amiket ezentúl lehet, hogy csak Fantastic Beastnek fogok mondani, mert az angol neve, címe a dolgoknak könnyebben jön a nyelvemre. Szóval a legendás állatokat, én az első filmet imádtam. Az nekem egy csoda volt, hogy én mikor ezt láttam. Tehát ott volt benne Newt, az összes szereplő, az összes állat, és néha úgy érzem, hogy lehet, hogy egy icipicivel talán még jobban is kedveltem azt a filmet, mint a Harry Potter filmeket. Maradjunk a filmeknél. Szóval ez nagyon jó volt, és két évet kellett várni a Grindelwald büntetteire. Két évet, és szerintem ezt a filmet vártam a legjobban. És én úgy mentem be a moziterembe, hogy tudtam, hogy nagyon rossz kritikákat kapott, de úgy voltam vele, hogy J.K. Rowling szokott mindenféle kritikát kapni. A Harry Potterek szoktak mindenféle kritikát kapni, szóval nem hiszek a kritikusoknak, nem is olvastam igazából a kritikát, csak hallottam, hogy nagyon rosszak. Egy dolgot el is spoilereztem magamnak, de az igazából kicsit számítani lehetett arra. De úgy ültem be a moziterembe, hogy nem baj, tök mindegy, mások mit mondanak, ez egy nagyon jó film lesz. Amikor kijöttem a moziteremből, már kicsit más véleményem voltam. De először kezdem a jó dolgokkal, mert volt ebben a filmben jó is, nem csak rossz. Mármint nekem. Na jó, akkor még gyors azt elmondom, hogy olvastam mindenféle véleményt erről a filmről, olyan emberekét is, akik nem kritikusok, és szerintem ilyen 50-50%-ban tetszett az embereknek, meg nem tetszett. Én abban a felében vagyok, akinek nem tetszett. És úgy örülök annak, akinek tetszett. Bárcsak én is elmondhatnám, hogy tetszett. Annyira akartam, hogy ez a film jó legyen számomra. De hogyha valakinek tetszett, én őt nem akarom megsérteni. Tehát tök jó nektek. Tehát minden, amit én itt elmondok, ezek olyan dolgok, amik nekem nem tetszettek, és szerintem nem voltak jók, tehát ez teljesen az én saját személyes véleményem. Ez nem vagyok filmkritikus, szóval nem tudom olyan szempontból kritizálni a filmet. Csak amit én tapasztaltam, és ahogyan azt én tapasztaltam, azt tudom elmondani. Na de akkor kezdjük azokkal a pontokkal, amik jók. A legeslegfontosabb, amit még mindig nagyon jó volt a filmben, az Newt, mármint Goethe, de Newt, mert én Newtnak hívom, mert az valahogy úgy jobban tetszik nekem. Tehát Newt karaktere imádnivalót. Én már az első filmben is szerelmes voltam abba a karakterbe. Eddie Redmayne fantasztikusan alakítja a karaktert. Annyira cuki, hogy az szavakkal nem leírható. Ráadásul hugrabogos is, mint én is. És az én házam, vagy hát az ő házam vagyok, és ez tök jó érzés. Ez drága szívem, annyira cuki. De hogyha egy szóval le kell írni Newt Scamandert, akkor azt mondja az ember, hogy cuki. Meg szereti az állatokat, és az állatokért ez mindent, és annyira aranyos. És nem csak Eddie Redmayne alakított nagyon jót ebben a filmben, hanem az összes többi színész is, tehát a színészek azok, mindjárt kitérek arra, szóval a színészek azok nagyon jól alakítottak, Johnny Deppra nem tudok annyira, nagyon nyilván, mert úgy érzem, hogy mondjuk én csalódott voltam, amikor Johnny Depp lett Grindelwald, mert
nem tudom, Johnny Depp nekem annyira nem volt Grindelwaldos. Nekem egyébként nincs bajom Johnny Deppel, bár az tény, hogy mikor néztem a premierjét, YouTube-on volt élő közvetítés a premierről, és a Johnny Depp-tek föltettek egy kérdést, és ez az ember egy mondatot nem tudott összerakni, de még két szót se értelmesen, és így néztem, hogy jó, de ez milyen lesz a filmben? Nem tudom, mert nem láttam az eredeti hanggal a filmet, csak a szinkronizált verziót. A szinkronizált verzióban nem volt semmi probléma a hát Grindelwald beszédével, szóval arról így külön nem tudok nyilatkozni, de amúgy szerintem a színészek nagyon jót alakítottak. A régiek is, az újak is, mindenki. A karakterekkel már más a helyzet, de az később jön. Tina és Newt. Megzabálom őket! Annyira az a jelenet, mikor bementek a család, ahol ezek az iratok voltak, és ott Newt próbált szerelmet, annyira cuki volt az a szerelmi valót. Én így ültem, és így süppettem le azt, hogy úristen, ez annyira aranyos! És nagyon, az ott kész voltam annál a jelenetnél. A furkász. A furkász volt talán a legfényesebb pontja ennek az egész filmnek. Főleg a kicsi furkászok, hát azokat megzabáltam, komolyan mondom, ott a harmadik jelenetében a filmnek. Szeretnék egy kis furkász családot itthonra, csak úgy, hogy legyenek. Igen, a Bolintének is cukik, de Pikitnek most olyan kevés szerepe volt, mint az előzőben, szóval... De mondjuk a furkásznak is, szóval mindegy. A legendás állatok cukik és kész. Ami természetesen minden Harry Potter fannak valamilyen szinten tetszett, hogy ugye újra visszatért a Roxford, voltak jelenetek forgatva a Roxfordban, és az egész nosztalgia érzés, hogy újra ott vagyunk. Ugye más korban játszódik, szóval másak voltak azért az egyenruhák is, meg ugye alapból az öltözködés is, tehát abból a szempontból a változás. De egyébként minden ugyanolyan volt, mint a Harry Potterekben megismert Roxfordban, ami azért a nosztalgia érzésen elég erősen segített, és mindenki így jut, hogy Roxford, meg az eredeti Harry Potter zene szólt. Igen, ennek kapcsán eszembe jutott, és azt nem írtam fel, de ez is eszembe jutott, és itt hadonászok a pálcám rossz végével, hogy egyébként a Fantastic Beasts filmeknek az egyik legjobb része azok a ruhák. Szeretném az összes jelmezt begyűjteni, és abba járnék mindenhova. Ami nekem még tetszett, az Dumbledore és Grindelwald. Én eddig is mondhatni, hogy shippeltem őket, de ezután, a film után már konkrétan durván shippelem őket, mert jó, hát közös jelenetük konkrétan nem volt, de volt az a jelenet, ahol ott a vérszerződést láttuk, meg ugye megkérdezte tőle a mágiaügyi minisztériumból, aki jött, hogy mert hogy ti nagyon közeli, szinte testvérek voltatok, azt hiszem így kérdezte, és akkor mondta Redemdől, hogy attól sokkal többek, és így tudjuk, mire gondolsz, Dumbledore, tudjuk. Ez a jelenet abból a szempontból szerintem fontos, hogy ugye J.K. Rowling, ezt említettem a Harry Potter hibáis videómban, hogy ugye azzal nincs probléma, hogy Dumbledore karaktere melegnek lett kimondva. Azzal van probléma, hogy ez nincs benne a könyvekben. Szóval, hogy ezt így külön J.K. Rowling azt mondta, hogy ez így van, és ugye ő az író, tehát amit ő csinál és mond, igazából az a hivatalos álláspontja a történetnek. Viszont azért volt jó ez a jelenet, hogy ebből viszont látszik, hogy igen, tényleg így van. Szóval ez konkrét bizonyítékot is kaptunk rá a történeten belül. És ez nekem ezért kifejezetten tetszett. Meg mert cukisi. Azért is. Hát mondhatni tetszett, de ilyen kicsit megdöbbentő volt számomra, hogy én ugye Grindelwald a Harry Potter filmekben nem nagyon, tehát a Harry Potteres könyvekben annyira sok szerepe nincsen, hanem ott ugye Voldemort van, és ő a veszélyes, de én most a Grindelwald büntetei során rájöttem, hogy azért Grindelwald egy kicsit rosszabb, meg félelmetesebb gonosz, mint Voldemort, mert Voldemort erős varázsló volt, és ugye mindenki félt tőle emiatt, hogy ő nagyon erős volt. Ezzel szemben ott van Grindelwald, aki ugyanúgy erős varázsló, félelmetes varázsló, viszont rohadt jól bánik a szavakkal, szóval ebből a szempontból ő sokkal félelmetesebb, mert sokkal könnyebben manipulálja az embereket. Voldemort meg igazából csak annyit mondott, hogy Imperius, csá. Ő meg konkrétan, Grindelwald konkrétan manipulálja az embereket, szóval ő egy ilyen varázsló Hitler. Tehát ebből a szempontból sokkal félelmetesebb. Ami még tetszett, Newt és Theseus, mert ők olyan kínos kis testvérpárnak tűntek, amikor ott az elején elkezdtek, az olyan kínosnak tűnt így, főleg Newt számára, aki nem úgy tűnik, mint aki egy nagyon ölelkezős típus, max, hogy állatokkal
tehát állatokról van szó. És utána a végén is, és én imádom őket. Tehát mind a kettejüket meg szerettem nagyon, mármint Newtot eddig is szerettem, Tézeuszt meg most már szeretem, mert azt hittem egyébként, hogy ő egy negatív karakter lesz így a trailer alapján, de kiderült, hogy tévedtünk. Tézeusz nem gonosz, csak mágiaügyi minisztériumban dolgozik, akik nem teljesen tudják jól kezelni a Grindelwald krízist. Ja, és egyébként Tumblr-on láttam ezt a posztot, hogy ugyan honnan szereztek ilyen jó géneket a Scamander testvérek, mert tényleg. Ugye imádom Newtot, szóval amikor voltak a visszaemlékezések, és abban megláttam a kis Newtot, hát és annyira cuki volt, és nagyon jól letalálták a színészt is, mert konkrétan el tudtam hinni, hogy a színész, aki a fiatal Newtot játszotta, az Eddie Redmaynek a kisebb változata. A Queenie-s dolog, én azt nem mondanám negatívnak, mert nem kifejezetten örülök neki, hogy így alakultak a dolgok, de én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten meg tudom érteni, hogy Queenie miért döntött úgy, hogy csatlakozik Grindelwaldhoz. Ugyanis Grindelwald azt mondta neki, hogy olyan világot fog teremteni, amiben nem kell a varázslóknak elrejtőznie, és hogy szabadon élhet, szabadon szerethet, és hát szegénynek ez azért szerintem eléggé vonzó ajánlat volt, hogyha lehet ezt mondani, mert ő nem szeretne más, csak azt, hogy együtt legyen Jacobbal, és a jelenlegi helyzetben ő ezt nem teheti meg, viszont hogyha Grindelwald lenne, akkor megtehetné, az más dolog, hogy nem tudja, hogy Grindelwald igazából csak egy hazudós ember, szóval mindenkinek azt mondja, amit hallani akar, tehát nem feltétlenül így fog alakulni a helyzet, hogyha ő kerül hatalomra, de az egy teljesen más dolog, szóval sajnos ez a helyzet Queenie által, de én reménykedem benne, hogy ez nem tartós átállás. Ja igen, és az utolsó dolog, amit imádtam, bár nagyon kevés volt belőle az én véleményem szerint, az pedig Newt és Jacob bromance, mert ők annyira jó haverok, és imádom, amikor ők egy jelenetben vannak, és poénkodnak, és egyszerűen fantasztikus párost alkotnak szerintem. Na de, ennyi volt az, ami tetszett így nagyjából. Nekem tetszettek az állatok, meg ahogy az egész meg lett csinálva, a stílusa is a filmnek, ugye az öltözködés, ahogy a 20-as éveket bemutatták, ez mind teljesen jó volt, de ugye, hát azért a történetet jobban néztem, illetve a történet számomra kicsit fontosabb volt, és a történetben nekem nagyon sok buktató merült fel. Kezdem azzal, hogy alapvetően nem mondom azt, hogy kifejezetten unatkoztam a film alatt, de így haladt a történet, és így haladtunk a filmben, jöttek egymás után a különböző jelenetek, és mikor vége lett az egésznek, így az volt az érzésem, hogy tök jó, de valaminek csak egy részét láttam, mert ez nem úgy érződött, mint egy film, hanem mint egy film részlet. Mert hogy igazából nem történt semmi, ami... Nem tudom. Tehát csak így ültem, és így tényleg történtek az események, de sose volt az, hogy úristen, most mi fog történni, meg izgulok, hogy mi lesz, hanem csak így ültem, és így most ide mennek, most oda mennek, most oda mennek, és akkor most varázsolnak kicsit, legendás állat megjelenik, Grindelwald gonosz, igen, és akkor most történik végre valami, vagy sem, és így ez volt az egész film nekem, hogy így néztem, hogy akkor mikor fog végre valami történni, mert a legendás állatok és megfigyelésükben azért ugye ott az volt a sztori, hogy megérkezett Newt, kiszedtek az állatok, őket meg kéne keresni. Ez volt a sztori. Itt meg még ilyen se volt, szóval itt így üldözték egymást az emberek, de semmire nem jutottak vele. Jó, most lehet azt mondani, hogy ez ugye a második rész, tehát ez csak átvezeti a történetet, de ettől függetlenül ez egy több mint 2 órás film volt, és szerintem azért valaminek kellett volna benne történnie, ami nem csak az, hogy mennek egyik helyről másikra a karakterek, mert az nem film. A film elejéhez képest a végére nem jutottunk el sehova, legalábbis én ezt úgy éreztem, hogy így ugyanott álltunk, vagy stagnáltunk, vagy tényleg nem jutottunk se jobb irányba, se rosszabb irányba, tehát sem erre nem jutottunk át, tehát Queenie kiszabadult Grindelwald, de tényleg semmi más egyéb. Tehát még ez se vitte előrébb a történetet nekem, csak így volt, és ebben az egészben az a szomorú, hogy 2 évet vártam erre a filmre, és mikor kijöttem a legendás állatok és megfigyelésükről a moziból, úgy voltam vele, hogy úristen, én nem tudok 2 évet várni erre a filmre, nagyon akarom látni a következőt. És úgy vártam, hogy végre láthassam, és 2 évet kell most várni a következő részre, 6-ot az utolsó részre, és az a problémám, hogy nem várom egyáltalán, ami nagyon szomorú, mert
ilyen nekem nem volt, hogy ami Harry Potterrel kapcsolatos, és ne várjam. Szóval ez így szomorú, mert jelen pillanatban úgy érzek most a Fantastic Beasts-es ilyen ezzel a filmsorozattal, mint a Trónok harcával, hogy nem várom a következő évadát, annak sem már, mert számomra az el lett rontva, úgyhogy most ezzel is így állok, mert persze meg fogom nézni a Fantastic Beasts-nek a további részeit, mert azért érdekel, hogy hova fog kijutni a történet, meg hogyan, de azért ezt a filmet sokkal jobbra is meg lehetett volna csinálni, szerintem. Azért is rossz, mert ugye most voltunk a Harry Potter stúdióban, és tök fölhype-oltam én is magam, hogy tök jó, mindjárt látjuk az új Fantastic Beasts-et, és most már voltunk megnézni az eredeti forgatási kellékeket, meg mindent, és erre kaptuk ezt, és így... Erre nem kellett volna ráizgulni annyira. A filmnek van nagyon sok részlete, ami azért zavaró, mert egyrészt ez a film ugye olyan embereknek készült, akik már ismerik a Harry Potter könyveket, mert igazából azok nélkül, azok ismerete nélkül nagyon sok utalást ebből a filmből nem fognak érteni, meg nagyon sok minden van, ami jobban el van talán ott magyarázva, és azért ezek ugye csak filmek, tehát ebben nem magyarázzák külön három oldalon keresztül a dolgokat, mert ez nem egy könyv. Szóval ismerjük a Harry Potter által adott alapokat. Ezért probléma, hogy J.K. Rowling viszont nem tudja. Vagy csak figyelmen kívül hagyja ezeket a dolgokat, amiket ő már egyszer leírt a Harry Potter könyvekben, hogy az úgy van. De azért a Fantastic Beasts-ben totál másként van, tehát közel nincs ugye ahhoz a dologhoz, ami... Ugye ez úgy van, hogy amit ő ír, az a sztori igaza, tehát az igazság, és ő írja a Fantastic Beasts-nek a forgatókönyvét. Arról nem beszélt, tehát arról most nem fogok beszélni, hogy ő egyébként ugye nem forgatókönyvíró, és amennyi mennyiségű információt belepróbált erőltetni ebbe a filmbe, főleg most ebbe a Grindelwald büntetteibe, az egy 500 oldalas regény minimum. De ezt ugye nem lehet egy 2 órás filmbe belesúvasztani, azért hiányosak a Harry Potter filmek is, de ez ugye tök más dolog. De azért csak simán forgatókönyvet írt, amiben tényleg ignorálta a Harry Potterben elmondott dolgokat, mert jó, én tudom, lehet ezeket ugye teorizálni, hogy ez miért van, és hogyan alakult át, és mi történt, és miért lett más itt meg ott, de akkor is ezek, számomra ezek olyan nyakat tekert elméletek, hogy egyszerűen ez csak azért van, hogy ki tudjuk magyarázni, de egyébként mindenki tudja, hogy ja, itt valami nem stimmel. Tehát az első dolog, amit ugye mindenki megvitatott, mikor kijöttek az előzetesek, és mindenki azt nézte, hogy ugyan Dumbledore mit csinál a sötét varázslatok kivédése tanteremben. Mert hogy mindenki tudja, hogy ő átváltoztatástan tanár volt. Szóval hogy került, vagy hogyan került ő a sötét varázslatok kivédése terembe, és hogy került abba a tanári pozícióba, hogyha ő egyszer átváltoztatástan tanár. És talán még azt is tudjuk a Harry Potterekből, úgy emlékszem, valaki még írta is, hogy ki a sötét varázslatok kivédése tanár, mikor ő az átváltoztatástan tanár. És tudom, hogy volt egy jelenet a filmben, ahol mondták, hogy mert hogy Dumbledore többé nem taníthatja az esőket, de... Hát jó. Fogadjuk el, utána áttették átváltoztatástan pozícióba. Jó. Legyen. De azzal akkor se tudok mit kezdeni, hogy mit keresett ott. Meg Galagony. A Roxfordban, 1927-ben, nem beszélve arról, hogy benne van még a... Tehát, hogy benne van azokban a jelenetekben is, amik Newték iskolás éveiben játszódnak. Ott is benne van. És úgy van a stáblistán, hogy Minerva meg Galagony, úgy van a könyvbe beleírva, hogy fiatal Minerva meg Galagony, és Minerva meg Galagony 1935-ben született. És hát ugye mit keres meg Galagony ott, ha még meg se született? Tehát nem született meg, tehát mínusz 35, akkor mínusz 7 éves, mennyi, nem tudok gyorsan felvészni. Szóval mínusz éves a 1927-ben, és nem tudom, hogy Newt mikor járt iskolába, de akkor meg még mínuszabb éves, és így mit keres el ott? És tudom, hogy valakik mondták azt, hogy mert mi van, hogyha nagymamája, nagyanyja, valami rokona, de Minerva, meg a fiatal Minerva meg Galagony, így van beleírva a forgatókönyvbe, ezt azt hiszem Mojon láttam, hogy írta valaki, és J.K. Rowling meg ugye ott van a Pottermore neki, és oda ugye folyamatosan tölt fel plusz információkat a világgal kapcsolatban, ami nincs benne a könyvekben, és
hogyha ő egyszer azt mondja, hogy meggalag, hogy 35-ben született, akkor... Mert hogy ez ugye nem derül ki a könyvekből, de... De akkor miért nem googlizza meg saját magát, hogy tudja, hogy ki mikor született? Mert ez így elég gáz, hogy ott van. Mármint jó, a nosztalgia miatt lehet bele akart ezt tenni, de azért ne kerül. Tehát, de még akkor se. Hát azért nem született meg, nem született meg. Itt is visszatérek arra, hogy amit J.K. Rowling mond, igazából az a hivatalos állása a történetnek. És létrehozta a Pottermore-t azért, hogy plusz infókat meg tudjon osztani a világról, ami nincs benne a Harry Potter könyvekben, mert nem volt releváns, mikor azokat megírta, meg nem volt oda kapcsolódó. És ugye oda ő folyamat ezeket föltölti, szóval én ugye ez úgy van, hogy ami nincs benne a könyvben, az nincs benne a könyvben, az nem tekinthető hivatalosnak. Viszont J.K. Rowling, amit mond, az, amit ő teremtett, tehát ez az ő világa, tehát igazság szerint, amit ő mond, az a hivatalos info. Ráadásul Pottermore-on van fönt, amit meg külön erre a célra hozott létre, hogy lényegében odaírja, ami nem került bele a könyvekbe. Akkor miért nem használja? Nem tudom. Azt már észre se veszem, hogy a mágia szabályai azok már nem is léteznek, mert azt már tényleg észre sem veszem. Azt is elmondtam a Harry Potter hibái videómban, hogy azért ott is éppen akkor volt csak a szabály, amikor a sztori úgy igényelte, amúgy meg teljes mértékben meg lehetett szegni, és túl lehetett szárnyalni. Itt is ezt mondom, tehát tök felesleges, hogy legyenek szabályok, mert úgy tűnik, hogy ennyit csinálnak az emberek, pálcahintés, és minden megoldódik. Itt például arra gondolok, hogy Newtnak van egy végtelen mélységű bőröngye, és én tudom, hogy van tágító bűbel, meg minden, de azért ez elég komoly mágiának tűnik nekem, hogy ott a bőrönd tele van állatokkal, ez most pont a Fantastic Beasts, de most itt ebben a filmben is van egy pincéje, és ott az is tele van állatokkal, és mindegyik állatnak olyan háttere, meg tája van, szóval így ilyen nyújt nagyon sokat tud ahhoz képest, hogy ki lett csapva a Roxfordból, szóval... Igazából ugye erről se tudunk semmit, csak tudjuk, hogy nyújt ki lett csapva a Roxfordból, ami azt jelenti, hogy eltörték a pálcáját, nem fejezte be az iskolát, de mégis szabadon rohangál és van pálcája, és oké, ugye ez most nem arra térek ki, hogy ez, hogy nincs megmagyarázva is ez alaptalan, hanem az, hogy ezt megmagyarázhatnak például, mert én erre kíváncsi vagyok, hogy akkor hogy van ez az egész. De helyett kaptuk ezt a filmet is. És ez pont olyan dolog, amit egy második részben meg lehet magyarázni. Tehát nem azt mondom, hogy legyen akkor itt teljes visszatekintés az iskolás évekre, hanem csak a történet valahogy alakuljon úgy, hogy ez kiderüljön, vagy ennek legyen valami jelentősége, vagy nem is tudom, csak hogy valamit ezzel is kezdni. Mert engem ez például nagyon is érdekelne, hogy ez akkor hogy is van, mert ugye Hagridnak is eltörték a pálcáját, és neki ott van az esernyőben, ő meg ott maradt a Roxfordban, de Newtról meg nem tudunk semmit, és szerintem elég fontos lenne tudni, hogy akkor most hányadán is áll ő ezeknek a dolgoknak. Visszatérve arra, hogy a mágiának és a J.K. Rowling által, tehát a mágia szabálya és J.K. Rowling által lefektetett tények félredobása, hogy hopponáltak be a Roxfordba. Hogy? 7 könyvön keresztül Hermione mindegyikbe kb. Elmondja, hogy a Roxfordba nem lehet behoppolálni, mert varázslattal védik, és a 6. részbe is ki kellett menniük egészen Roxmorcig, hogy tudjanak, meg jó, Dumbledore tud, mert ő egy hatalmas varázsló, de úgy tűnik mindenki más is tud hoppolálni a Roxford hídra, ami azért szerintem még a Roxfordhoz tartozik, szóval így... Jó lehet azt mondani, hogy később vetették be a védőbűbályokat, de szerintem azért a Roxford történetét nem akkor írták újra, amikor Hermione-ék mentek az iskolába, hanem azért az elég régi könyvnek tűnik meg. Mert szerintem, hogyha ez ennyire ki van emelve, akkor már csak régebb óta így van, mindegy. Tudom, csak a hídra hopponáltak nem közelebb, de akkor is! Ennyi erővel Voldemortek is behopponálhattak volna a hídra, amikor volt a nagy csata a végén. Jó, akkor már nem lehetett behopponálni, mert akkor már nem lehetett hopponálni. Itt még lehet hopponálni valamiért? Nem értem. Nem is keresem már a logikát egyébként. Aztán, ami nekem még problémám volt, hogy
így zúdította ránk ez a film az új karaktereket. Szerintem volt nagyjából 10 új karakter ebben a filmben, kezdve ott volt Theseus, Little Strange, volt Grindelwaldnak vagy 4 csatlósa, volt még... Ja, Newt Assistant, tele volt az egész film új karakterekkel, akiknek tehát túl sok volt belőlük, mert persze lehet új karaktereket behozni, meg kell is, de akkor azoknak a karaktereknek legyen ideje kibontakozni. Viszont ebben a filmben annyira nem volt idejük erre, tehát annyira kevés szerepe volt mindegyiknek, ilyen 2 mondat nagyjából, hogy új karakter, új karakter, új karakter, ú, egy meghalt akkor, új karakter, új karakter, új karakter, és így jó, de ki kicsoda? És mert a végére azt se tudod, hogy ki kinek a kie, meg miért van itt, meg mit keres itt, meg hogy ő hogy jön ide a történetbe. És emiatt van az, hogy például ott van Lita. Ő egyébként szerintem egy tök jó karakter is lehetett volna, de végig csak bubánatos kis nyuszi volt, és csak így állt, és így ő nagyon fáj neki az élet, mert hogy ő mit tett a múltjában, meg senki nem tudja, és izé. És a végén meg meghalt. És így szerettem volna együtt érezni a többiekkel, hogy ez tök szívás, hogy ő meghalt, mert ott volt Newt és Theseus, és mindketten szerették őt, és így... De nem tudtam. Igazából neki sem volt sok szerepe, onnan tudunk meg róla bármit is, hogy van az a 2 visszaemlékezős jelenet, aminek igazából a történet szempontjából semmi értelme, mert ugye azt tudtuk eddig is, hogy Lita és Newt barátok voltak, szóval nem tudom miért mutatták be, hogy barátok lettek meg ilyenek, és a végén meg is halt, szóval az egésznek így nem volt annál több értelme, mint hogy Lita elmondta, hogy kicserélte a gyerekeket az elsüllyedő hajón. És meghalt, és ennyi volt a szerepe. Aztán ott van Nagini. Szerintem mindenkit érdekelt volna Nagini, hogy ő hogy van itt, mert hogy tudjuk, hogy ő Voldemort kígyója, meg tudjuk, hogy ő egyszer nem lesz képes visszaváltozni emberré. Ez is olyan, hogy jöttünk ide, de tök mindegy. Tehát Nagini karaktere engem érdekelt volna, ezzel szemben nagyjából 3 szót beszélt az egész film során, és semmi szerepe nem volt, csak állt Credence mellett. És csak úgy volt. Szóval valószínűleg őt további filmekben fogják kifejteni, de minek hozol be egy karaktert, akit még így nagyjából úgymond be is harangozol, hogy ő ott lesz, és így középpontban van állítva, de nem csinálsz vele semmit. Akkor már kezdjünk azzal az érdekes karakterrel valami. Credence-nél igazából nem volt problémám, tehát ő próbálja megtalálni az élet értelmét jelen pillanatban, tehát természetesen ő csapong ide-oda, nem tudja mit akar. Credence-nél csak a végén volt problémám, nem azért, mert odaállt a Grindelwald mellé, hanem amit művelt vele J.K. Rowling, de a végéről később, mert az lesz a legrosszabb része a dolognak. Ja igen, hát azt mondtam, hogy a visszatekintéseknek a gyerekkorban nem volt semmi értelme, csak az, hogy... Igazából nem volt semmi értelme. Megtudtuk, hogy Lita egy vízben süllyedő pólyásbabától fél a legjobban, amit egyébként én, mikor ezt a jelenetet láttam, a visszaemlékezőset, így néztem, hogy mit kéne ebbe belelátni. Láttam, hogy valami fehér süllyed a levegőben, mondom, ez micsoda? Jó, azt a végén magyarázták el, de így... De akkor se volt annak a 2 visszatekintős jelenetnek semmi értelme, mert tényleg semmit nem adtak hozzá. Meg az a beszélgetés Lita és Dumbledore között is, az is ilyen... Most mi történt? Meg ez miért volt lényeges? Nem tudom. Nicholas Flamel. Én tök örültem, hogy ő benne volt és megjelent, és nagyon jó karakter is volt, és vicces volt, meg jó is volt, meg oké, övő volt a menedékhez, de nem értem, ő mit keresett ebben. Tehát, hogy mi volt a szerepe ebben a filmben azon kívül, hogy menedékháza volt, ahova Newt-ék behúzódhattak 5 percre. Ezen kívül nem csinált semmit, a végén a földbe dugta a pálcáját, és mondta mindenkinek, hogy akkor most ezt meg kell állítanunk, és így... Te mit kerestél ebben a filmben? Tehát mi volt neked a szereped? Volt valami célja is, hogy belekerültél, vagy csak vissza akartunk utalni a bölcsek kövére azzal, hogy te itt vagy? Nem értettem. Totálisan nem értettem. Meg ez, hogy a többieknek szüksége van. Ez igazából nem volt rá szüksége senkinek, mert ő csak úgy oda került, varázsoltak egyet, az végét. Nem tudom. Arra nem is emlékszem, hogy ez a könyv az ott mi volt. Meg az a kristálygömb, amiben kb. A jövő lenne. Elengedem. Meg volt, átálltunk Grindelwaldhoz, kinyírták azt a kis csajt ott a körben a mágiaügyi minisztérium emberei. Egyébként igen, tehát Grindelwaldnak abból a szempontból igaza van, hogy azért a mágiaügyi minisztériumban dolgozók sem szent lelkek. Harry Potter könyvekben is van az emberben ilyen ellenszem a mágiaügyi minisztérium ellen.
ebben is, de azért Grindelwald, de tudjuk, hogy Grindelwald gonosz. Tehát, ezt tudjuk, ez tény. Volt az a vége nagy csata jelenet, amikor Grindelwald ennyit csinált a pálcájával, és jöttek azok a CGI sárkányok, akik elpusztítják egész Párizst, és én nem tudom, milyen hosszú volt az jelenet. Nagyon hosszú volt, mindenki finítézett meg azok a sárkányok, ott 5 percen át kb. Tekeregtek a levegőben, hogy megmutassák, hogy ennyi pénzünk volt, és ilyen menő kék lángsárkányokat tudtunk megalkotni, és ettől több szerepe nekik nem volt. Tehát én azt a jelenetet így ültem, és így... Most mi történik? Ez volt az epikus leszámolás a végén a kötelező izgalomkeltés, vagy mire szánták azt, mert... Jó, mindegy. Én úgy voltam, hogy legyen hason rám ez a film, még majdnem egy könycseppet is elmorzsoltam ott a végén, amíg nem jött az utolsó jelenet. Akkor visszaszívtam mindent, és olyan dühös lettem. De olyan! Én nagyon ajánlom J.K. Rowlingnak, hogy hazudtolja meg ezt az egészet a végén. Mert ha nem teszi meg... Én nem tudom. Én tényleg nem tudom, mert... Hogy a büdös életbe lehet Credence Aurelius Dumbledore? Hogy? Ilyen nincs! Rengeteg teória van, hogy ez mégis hogyan van. Amit én hajlandó vagyok elfogadni, az, hogy Grindelwald manipulálja Credence csak azért, hogy ezzel Dumbledore-t el tudja pusztítani. Jó, ez az, amit én szeretnék. Arról nem beszélek, hogy ez egyébként egy nagyon olcsó húzás volt. Tehát ez egy annyira tipikus húzás, hogy tudod mit? Ő neked a rokonod igazából, és te igazából neki vagy a gyereke. De igazából ám nem is, mert te Amannak vagy, de figyelj, így sokkal jobb a motivációt, hogyha egy ideig azt hiszed, hogy ez így van. Egyébként a kamera túloldalán ott a pont, mert igazából nem tudjuk Grindelwald motivációt. Miért akarja megölni Dumbledore-t? Mármint oké, hogy rosszban váltak el, de amúgy miért akarná megölni? Nála van a bodzapálca, tehát ettől több neki minek kellene. Oké, világuralmat akar, de ez is olyan, mint Voldemortnál, hogy Dumbledore az egyetlen, akitől fél, és akkor őt el kell pusztítani, vagy ennek mi értelme van, mert erről se esett még szó, és így... Mi van? Szóval Credence nem lehet a Dumbledore, mert van egy olyan teória, hogy Ariana-nak az obskurusa szállt valahogy át bele, ami szintén az, hogy egy nagyon nyakatekert módon és részben a hivatalos infókat ignorálva meg lehet ezzel magyarázni. Ezt el lehet fogadni, de ettől ő még nem lesz Dumbledore. Tehát ettől még ő nem lesz Aurelius Dumbledore, csak mert egy obskurus megszállta meg minden. Tehát igen. Aztán még volt ilyen, hogy Ariana-nak a gyereke talán, és így... Ne. Tehát ez a fanteória, ez nekem különösen tetszett, de így... Tehát, amit a Harry Potter 7-ből megtudunk, ami abban a könyvben kiderül, az alapján mindenki tudja, hogy amit Grindelwald állít, nem lehet igaz. Ugyanis Dumbledore apja Buribe volt. Szóval ott volt az Azkabanban. Az anyja nem Dumbledore, tehát az anyjának nem... Hogyha az anyja gyereke, akkor attól nem lesz Dumbledore, mert az apja volt a Dumbledore. Meg az anyja is halott, igen. És mikor az Ariana meghal, akkor ők még csak ilyen 17-8 évesek, vagy hát 10 évesek még csak Grindelwald-dal. Tehát honnan kerül most a sztoriba akkor Credence, aki 18, akkor 18 éves a filmekben, sehogy sem lehet összerakni, hogy Dumbledore, mert ugye a filmben azt mondják, hogy Dumbledore a bátyja Credence-nek, és mindenki tudta, hogy 3 gyerek van, tehát meg a 7. lett volna még egy testvér, vajon Aberforth nem beszélt volna róla? Rita nem derítette volna ki, csak hogy még jobban bemocskolja Dumbledore nevét, mert dehogy nem megtette volna, teljesen kifordította az egész történetet, és hogy azt csinálta, hogy mindenki azt higgye, hogy Dumbledore igazából Grindelwalddal pártott, pedig ez nem igaz, mert elején persze, de utána rájött, és abban a könyvben, amit a Rita írt, minden benne van, tehát... Nincs olyan, hogy ezt kihagyta volna. Nincs olyan, hogy ez ne lett volna benne. Én nagyon ajánlom, hogy ez derüljön. Bár, jó, persze, nekem ez egyértelműen nem lehet igaz számomra, én úgy vagyok ezzel, de az a probléma, hogy amiket J.K. Rowling most már művelt. De nem, tök mindegy, ez nem igaz. Hogyha erről kiderül, hogy igaz,
én nagyon-nagyon mérges leszek, és szerintem az lesz az a pont, amikor azt mondom, hogy akkor... fú, nem. Nyugodt vagyok. Szóval ez nem lehet igaz, mert nem. Ugye föl vagyok eléggé háborodva ezen a végén, meg ez tényleg annyira olcsó húzás volt meg. Tehát a J.K. Rowling utólag mondja azt, hogy nem utólag, de hogy utána ki kell twittelnie, hogy mert hogy semmi nem úgy van ám, ahogy mi azt gondolnánk, és ezt szerintem a filmnek kellett volna elérni, hogy ezt érezzük. Tehát a filmnek kellett volna elérnie, hogy össze legyek zavarodva. És nem azt érte el csak a film, hogy én ebből a filmből csak azt láttam, hogy igazából senki nem ment oda Rowlinghoz, és pont, hogy figyú, ez egyébként nem így van, ez így szándékosan van, vagy ez most ez direkt csinál, mert szerintem ezt észre fogják venni azért, akik ismerik a könyvet, tehát én csak dühös lettem, hogy lehet ilyen hibákat beletenni, amik annyira egyértelműen nem lehetségesek. Há, jó van, és ez már az utolsó, de ez tényleg ez már csak szörvszál hasonlatás mondhatni. Amint Credence megtudja, hogy I'm Dumbledore, és akkor Dumbledore-t öld már meg, légy szíves, mert ezt így mondja neki Grindelwald, mert hogy milyen rossz arc, és Credence hirtelen már nem obskuráló, megkapja a random pálcáját, és egyből, és már varázsol, és leomlasztotta a fél hegy oldalt, és így... De a pálca választja a varázslót, és tudom, hogy a Harry Potter könyvek sorra is van olyan, amikor nem a saját pálcájukat használják, de egyébként akkor már ezt így kimondanám, hogy akkor most mi van azzal, hogy a pálca választja a varázslót, tehát mindegy. Szóval most akkor a pálca választja a varázslót, vagy mindenkinek így oda tudom dobni a pálcámat, hogy figyelj, itt egy pálca, használd! Meg ráadásul ugye nem is tanul soha mágiát, és akkor nem, mindegy. Mindegy. Ennyi. A film végére értünk. Vannak még benne mozzanatok, amikre ezt lehet szemet forgatni, de már nem is, nincs is értelme ezeket feszegetni, mert minek. Tehát én nem úgy ültem a moziban, amikor jött a zárókép, meg minden, hogy wow, Isten, hanem úgy ültem ott, hogy gyerekek, miért? Ez a film számomra egy hatalmas, nagy bukás volt. Inkább újra nézem 6-szor az elsőt, mint hogy még egyszer meg kelljen néznem ezt. Ez lehet, hogyha kijön a harmadik rész, és újra akarom nézni az összeset, hogy lássam, hogy akkor hogyan is állunk, hogy lehet, hogy a második rész csak így átugrom. Azt így meg nem történt nektek innen. És szóval ez azért frusztráló, mert annyira látszik, hogy ez az egész csak arra van, hogy rávegye a nézőt, elmenjen a következő részt is megnézni, abban a hitben, hogy majd választ kap az előző részben felmerült kérdéseire, de ez hazugság, mert még abba se fog. Csak újabb kérdései lesznek. És ez így megy, és megy, és egyszer csak majd valamikor kap rá választ, és így. Ebből is látszik, hogy ez teljes lehúzás, és annyira szomorú, hogy annyira akartam szeretni ezt a filmet, és úgy rá készültem, és én elterveztem, hogy erről fogok csinálni videót, még mielőtt láttam volna a filmet, de én azt hittem, hogy ez egy olyan videó lesz, amiben majd elmeséltem, hogy hát ez milyen fantasztikusan jó film volt, és mennyire szeretem a Fantastic Beasts, és nem, és olyan csalódott vagyok, hogy ezt kellett helyette mondanom, hogy most taglaltam itt kb. Egy órán keresztül a kamerának, hogy mennyire rossz volt ez a film, és mi nem tetszett, és ez elkeserítő. De itt a végén is kihangsúlyoznám, hogy ez mind a saját véleményem, tehát hogyha a tiétek ettől eltér, az teljesen rendben van, hogyha titeket azok a dolgok, amik engem irritáltak, nem irritáltak, az tök jó. Nyugodtan írjátok meg tényleg a véleményeteket kommentben, mindenkinek a véleménye fontos, csak tartsuk tiszteletben a másik véleményét is, mert az is fontos. Mert ugye nem lehet két embernek egyforma teljes mértékben a véleménye. És a vélemény természetesen nem kioktatást jelent. Ezt meg így hozzátenném, hogy ugye vannak ezek a teóriák, hogy miként történt, de hogyha valamit ennyire nyakatekerten kell kimagyarázni, akkor az már régen rossz. Mert szerintem, hogyha... Tehát lehet a történetbe csavart vinni, de azt a csavart akkor már meg lehessen normális, egyszerűbb eszközökkel magyarázni, mint azzal, hogy mert így, és akkor amiatt van, mert hogy az amiatt volt, de az meg amiatt, és nem. Nem, az már csak azért van, hogy elveszel egy idő után a magyarázatban, és már te se tudod, hogy mi az igazság, és csak elfogadod, hogy jó az úgy van. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat! Hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot! Sziasztok! Viszlát a következő alkalommal!